Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Tanévnyitó a Soproni Egyetemen. Az új tanév kezdetén Selmecbánya városát is köszöntötték. Szakképzés. Dr. Hankó Balázs államtitkár soproni látogatása alkalmából a helyi szakképzésről is tájékozódott. Elhunyt Kutas László. A szobrászművész több mint 50 köztéri alkotása díszíti Sopront. 1318 első éves hallgatóval kezdte meg az új tanévet a Soproni Egyetem. A tanévnyitó ünnepségen dr. Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár kiemelte, büszkén mondhatjuk, hogy jó magyar egyetemistának lenni, és jó az intézményekhez kapcsolódni oktatóként, kutatóként is. Az elnökség bevonulásával kezdődött a Soproni Egyetem központi tanévnyitó ünnepsége szerdán a Liszt központban. Ígérjük, hogy nálunk olyan tudást szereznek, amely napra kész, és jelen világunk újabbnál újabb kihívásaihoz igazodik. Így szólt az első évesekhez az intézmény rektora. 1318 első éves hallgatót vettünk föl idén, ami kiemelkedő szám, több mint 80%-kal több első évesünk van, mint az előző évben, és ami örömhír, hogy nem csak a számok növekedett, hanem a pontszámaik is, hiszen az összes hallgatónál az átlag pontszám, amivel felvettük őket, az magasabb, mint az előző években. Ez egy nagyon fontos minőségi ismér. A Soproni Egyetem ebben az évben tovább halad azon az úton, amit megkezdett 2020-ban modellváltó egyetemként. Így azokat a zöld beruházásokat, zöld fejlesztéseket idén is építjük, szépítjük, amivel az egyetem hatékonysága és fenntarthatósága javul. Az ünnepségen dr. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára hangsúlyozta, büszkén mondhatjuk, hogy jó magyar egyetemistának lenni, jó az intézményekhez kapcsolódni. Jó egyetemistának lenni, mert az elmúlt években mindazból a hagyományokból, mindabból a gyökerekből, amelyekben nemzetünk kultúrája, értéke, értékállósága gyökeredzik, egyetemeink megújulnak. Egyetemeink megújulnak úgy, hogy olyan tudományos teljesítmény övezi őket, amely, ha csak az elmúlt 4 évet nézem, a nemzetközi tudományos közlemények száma 78%-kal növekszik. Egyetemeink megújulnak úgy, hogy a szabadalmak, védjegyek négyszereződtek az elmúlt évek során. Egyetemeink megújulnak úgy, hogy egyre jelentősebb a fókusz a diákokra, a diákok mentorálására, és ennek is köszönhetően csökken az egyetemet idő előtt abba hagyó diákok száma 21%-ról 18%-ra. A Soproni Egyetem díszpolgára kitüntetést vehetett át Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, aki, mint a méltatásában elhangzott, a mindennapokban sem feledkezik meg az ifjúságról és egykori alma máteréről. Nem gondoltam 46 évvel ezelőtt, hogy egyszer engem ez a megtiszteltetés fog érni, ami mostanképpen elért. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy az eddigi munkámmal, a Sopron Egyetemért tett dolgaimmal és elkötelezettségemmel, egyáltalán Sopron város és a környékért való elkötelezettségemmel kiérdemeltem ezt a megtisztelő címet, és elkövetkező is igyekszem ennek megfelelően tevékenykedni és mondjuk vezetni az életemet, illetve a rám bízott ágazati feladatokat ellátni. Selmecbányát köszöntötték énekkel a jelenlévők, hiszen a Soproni Egyetemért emlékérmet kapott az intézmény ősi alma máterének otthont adó város. A Bányászati és Erdészeti Akadémia 1919-ben Sopronba költözött. Így valójában a Soproni Egyetem a híres Bányászati Akadémia utódja, szellemi hagyományainak hordozója, idézte fel az ünnepségen Nadezhda Babiakova, Selmecbánya polgármestere. Esküszöm, hogy Magyarországhoz és annak a törvényéhez minden jogi lesz. A tanévnyitón részt vett dr. Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, és dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere a befogadóváros nevében köszöntötte az esküdtett hallgatókat. Nincsen egyetem Sopron nélkül, és nincsen Sopron egyetem nélkül, és az egyetemi fiatalság pedig mindig egy meghatározó része a város életének, úgy a közösségeknek, kulturális életnek és magának az oktatási életnek is egyaránt.
több száz fiatal válaszza évről évre Sopront az egyetemi éveik megélésének. Az emberi kor egyik legszebb korszak az egyetemi évek, és Sopron ez kiváló felületet nyújt kulturálisan, sport tekintetében és egyáltalán ez a város a hangulatával. Nagyban hozzá tud járulni, több száz magyar fiatal, akik később aztán Magyarország következő nemzedéke lesznek, azok jól érezzék magukat Sopronban úgy, hogy közben felkészüljenek az életre és szakmát, tudást szerezzenek maguknak. A tanévnyitó ünnepségen számos kitüntetést, elismerést is átadtak. Dr. Hankó Balázs a Soproni Egyetem tanévnyitó ünnepségén való részvétele után látogatást tett a Soproni Szakképzési Centrumban, valamint a Handler Nándor Technikum tanműhelyében. Az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár a helyi szakképzésről is tájékozódott. A programon a tanműhelyt és a képzéseket Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum kancellárja és Kuntár Csaba, a centrum főigazgatója mutatta be az államtitkárnak. Be tudtuk azt is mutatni, hogy legtöbb helyen az elmélet és a gyakorlati oktatás nem válik el, hiszen a műhelyteremben vannak az iskolapadok is, amelyek láthatóak voltak, hiszen a szakképzésben a legfontosabb, hogy a gyakorlat és az elmélet szorosan összekapcsolódjon. Mi ezt valljuk és ezt csináljuk évek óta. A másik pedig az, hogy az alapképzés után a tanulók a valós gazdasági életbe folytatják a gyakorlati oktatást, illetve a képzést, tehát a duális képzés formájában. Ezeket a duális partnereket mindenben támogatjuk, ahol szükséges, ott segítünk kiegészítő képzésekkel, esetleg olyan területeken, amit ők nem tudnak, vagy nem tartozik a profiljukba, hogy a tanulók a teljes szakmát tanulják meg, és államtitkár úr is láthatta, hogy ez egy élő, működő tanműhely, és valójában a szakképzésben ez egy alapvetően fontos, hogy a gyakorlatban szerezzék meg a tudást a tanulók. Dr. Hankó Balázs úgy fogalmazott, a magyar gazdaságnak szüksége van jó szakemberekre. 2019-ben, 2020-ban látunk neki a szakképzés megújításának. Ennek a lényege az, hogy olyan szakmát tanuljanak, amely szakmára a magyar iparnak, a magyar gazdaságnak, kis- és középvállalkozásoknak szüksége van. Éppen ezért duális lett a képzés, azaz vannak itt a szakképzőben is, ahol látszik itt mögöttem is, hogy már itt is gyakorlat van, de utána mennek ki a gazdasági szereplőkhöz, a cégekhez, ott töltenek több hetet, hogy a gyakorlatot még inkább megismerjék. Ösztöndíjat is adunk minden mellé, már a kezdetektől 8-16 ezer forintot, aztán utána munkabért is kapnak a tanulás mellett, és hát akik sikeresen végeznek, már pedig sokan végeznek sikeresen, ők az új szakmájukhoz egy életkezdési ösztöndíjat is akár 300 ezer forintért kaphatnak. Az államtitkár hangsúlyozta, ha a közelmúlt eredményeire gondolunk, abból is látszik, hogy sikeres a szakképzés, hiszen az Európa-bajnokságon 17 szakmában kapott érmet az ország, köztük a Soproni Szakképzési Centrum tanulója is. Elhunyt Kutas László, Kossuth-díjas szobrász és éremművész. Több mint 50 köztéri alkotásra díszíti Sopront, amelyek között szobrok, emlékművek és emléktáblák találhatók. A szobrászművész ugyan a fővárosban született, de gyermekéveit Sopronban töltötte, ide járt gimnáziumba, itt érték az első művészi élmények, és itt dőlt el az is, hogy ezt a pályát választja. 36 áprilisában születtem, és 36 nyarámmal itt voltam Sopronban, és ott töltöttem az egész gyerekkoromat a Káromagaszati házba, amit sajnos annak az időnek a veszteség, hogy elvettek, aztán nem kaptuk vissza, de hát tulajdonképpen innen van a Sopron szeretés, meg ez a Líceum szeretés. Elhunyt Szigeti Sándor, a Görbehalmi Bányászmúzeum tulajdonosa, a bányásznapi ünnepség hagyományának ápolója, szervezője, a településrész életének meghatározó alakja, a Sopronért emlékérem kitüntetettje. 72 éves volt. Szeptember 15-ig kell befizetni a gépjármű adó második részletét. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A kényelmes ügyintézés érdekében az elmaradt összegeket érdemes a NAV applikációjában befizetni. Már csak péntekig van lehetőség befizetni a gépjármű adó második részletét. Az adó rendezése idén is lehetséges a NAV mobil gépjármű adó menüpontjában, amivel pillanatok alatt befizethető az összeg. Ha valaki átutalással fizet, a közlemény rovatba az adószámot, vagy az adóazonosító jelet kell beírni, nem pedig a rendszámot. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késve tudja a befizetőt azonosítani.
A NAV ügyfélportál felületén belépéskor a felhasználó azonnal látja a NAV által nyilvántartott adatait és az adószámlája nettó egyenlegét. Ha például valakinek gépjárműadó tartozása van, akkor azt az adószámlája lekérdezése után azonnal rendezheti is elektronikusan. Ha szeptember 15-e előtt ellenőrzi az adatokat, a lekérdezési időszak végét át kell állítani szeptember 15 utára, mert a gépjárműadó második részletének összege csak így lesz látható az adószámla 410-es adónemén. Aki nem fizeti be időben a gépjárműadót, annak késedelmi pótlékot kell fizetnie. Fontos, hogy az is okvetlenül vegye figyelembe a fizetési határidőt, aki esetleg nem veszi át a NAV által küldött emlékeztető értesítést vagy határozatot. A gépjárműadóval kapcsolatos leggyakoribb kérdésekről a NAV honlapján olvashatnak bővebben. Hertai Mária Sopron tulajdonát képező bibliai témájú műveiből nyílt állandó kiállítás a Szent Margit római katolikus plébánián. A Munkácsi Mihály díjas grafikus művész alkotásai között kőnyomatok és tűzzománcok is szerepelnek. Zenés műsor is színesítette a kiállítás megnyitóját. A 2018-ban elhunyt Hertai Mária grafikus művész munkásságának meghatározó részét képezték a vallásos tematikájú alkotások. Művészetét a lőverekben található kertek, fák és növények is inspirálták, mondta el kérdésünkre Gerencsé Veronika, a művésznő gyerekkori barátja. Litografiákkal kezdte, kőnyomatokkal kezdte, még az egyetemi évei alatt, ott az egyetemnek a kőnyomat készítő gépét használta, ami bizony nagyon nehéz, fizikai erőt kívánó dolog. Aztán később következtek a részkarcok. Hihetetlen mennyiségű részkarcot csinált, csodálatosakat, főleg itt a lőverekben. Tehát ő a lőverek szülötte, és a lőverek lakója volt, és első részkarcait is mind itt az itteni kerteknek a fáiról, növényeiről készítette, hihetetlen aprólékos gonddal és csodálatos meglátással. A Szent Margit római katolikus plébánián a grafikus művész Bibliához szorosan kötődő alkotásait tekintették meg az érdeklődők. A 12 képből, ami itt majd látható, az abból 8 kőnyomat, és a Genezis sorozatból is van, a Jónás könyve sorozatból is van, és evangéliumi idézetekkel is van. Továbbá 4 darab tűzzománc. Ez egy külön korszaka volt, idősebb korában megtanulta a tűzzománc készítést. Hertai Mária egy sokoldalú művész volt, akinek alkotásai a Magyar Nemzeti Galériában, az Esztergomi Keresztély Múzeumban, a Nürnbergi Dürer Múzeumban és a Római Vatikáni Gyűjteményben is megtalálhatók. Hidegfront érkezik, az időjárástól bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután a hét témája vendége dr. Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár lesz, majd Kutas László szobrászművészre emlékezünk. Kedves nézőink, a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön átvonul fölöttünk a hidegfront, a gyakran erősen megnövekvő felhőzetből többfelé kell készülni esőre, záporokra, zivatarokra. Az északi-északnyugati szelet sokfelé élénk, erős zivatarok közelében viharos lökések kísérhetik. Napközben 21 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Néhol erős lehet az északi-északkeleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Szombaton sok napsütés várható, az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő futózápor. Szombaton 23 és 28, vasárnap 24 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk.